Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Mátyás Margit vagyok, én vagyok a PPH egyik 8-as szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi, egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozáson 40 évig egy gyárban dolgoztam, spirálgyártó voltam. Mára viszont a PPH tanuló csapat szervezés a fő tevékenységben. Hajdúböszörményben élek, családi helyzetem, egyedülálló vagyok, 2 felnőtt gyerekem és 4 unokám van. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Tapasztalatból tudom. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezetőt úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberi ismeret, továbbá mindennapokban használható tudás terén legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetbe, békességbe és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Itt nagyon jó, igen. És amúgy a kinti világgal, PPA-n kívüli kinti világgal. Nem jó? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Elnyomás, családi nézeteltérések. Családi nézeteltérések, elnyomás. Nagyon rossz hangulatúak. Rossz hangulatúak az emberek. Hazugság. Mi csoda? Hazugság, irítség. És mit láttok, az emberek fejlődnek? Az emberiség mondjuk szellemileg fejlődik? Az emberek szellemileg fejlődnek? Ugye mi az, hogy szellemileg fejlődni? Hát észben, tudásban, alkalmazható tudásban fejlődni. Mi az, hogy alkalmazható tudás? Hát amit a mindennapokban tudunk alkalmazni. Tehát nem csak hébe-hóban, nem csak egy szakmában tudunk alkalmazni, hanem a mindennapokban tudunk alkalmazni. Tehát mit tudom én mondjuk a önmagunkkal kapcsolatban, párunkkal kapcsolatban, a gyerekünkkel, szüleinkkel kapcsolatban, mondjuk a más emberekkel kapcsolatban, a munkánkkal kapcsolatban, mit tudom, a teremtőnkkel kapcsolatban, akár a
hatóságokkal kapcsolatban, bár ez nem mindennapi, hála Istennek, környezetünkkel kapcsolatban. Na hát, és mivel nem vagyunk elégedettek a jelenlegi világunkkal, hát ezáltal, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor hát a rossz eluralkodik a Földön, és gondoltál már arra, hogy jó emberként valamit tennünk kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Tehát mi lesz ebben a világgal, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit? Tehát azt arra várunk, hogy a gonosz emberek vagy a rossz emberek tegyenek valamit? Hát arra várhatunk. Tehát nem tudom, te észrevetted-e, hogy van egy általános elbutulás a világunkban. Ugye onnan látni ezt az általános elbutulást. Az embereknek sokkal több a problémájuk. Ugye a problémák négy területen jelentkeznek. Betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma. És ezek közül ugye egyre több és több van az embereknél. Tehát régebben az emberek sokkal jobban kezelték a problémáikat. Most sokkal kevésbé. Ugye mondhatjuk azt, hogy létrehozzák az emberek a problémáikat. Tehát most csak egy példát mondanék, hogy hány ember jutott mondjuk adósságválságba. Adósságválságba. Tehát azt gondolom mindenkit bunkosbottal hajkuráztak, hogy fölvegyen adósságot, nem? Vagy legalábbis, tudom én, valamilyen fegyverrel kényszerítették, hogy adósságot vegyen föl, nem? Vagy akár halmozzon föl, nem? Tehát akkor végül is ezt az adósságválságot maguknak az emberek kik okozták? És akkor lehet azt mondani, hogy a bankok. Hát de ki vette föl az adósságot? Tehát a bankok kényszerítettek valakit arra, hogy a hitelt vegyen föl? Nem. Hát akkor vajon kik okozták nekik? Hát csak saját maguknak, nem? Hát beleestek abba a csapdába, amiben régen nem. Általános tanítás volt, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród él. Tehát ne akar tovább nyújtózkodni. Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberekkel, hát inkább úgy mondanám, hogy az embereknek azt tanították, hogy túl kell nyújtózkodni a takaró. Tehát, hogy többet kell költeni, mint amennyi pénzük van az embereknek. És ahhoz, hogy többet tudjanak költeni, hát vegyenek föl hitelt. Tehát most, ha valaki ennek hisz, ennek a tanításnak, hogy tovább kell nyújtózkodni, mint a takaró, és emiatt beleesett egy adósságválságba, adósságcsapdába, akkor azt nem ő rontotta el véletlenül? Tehát nem ő ennek a hibázásnak az oka? Na, mit tudom én, mondjuk a anyósomék 12 évig, vagy meddig takarékoskodtak rendszeresen ahhoz, hogy elkezdjenek építkezni. Érted? Majd úgy kb. Két év alatt fölépítkeztek, tehát mondhatjuk azt, hogy 14 év kellett nekik ahhoz, hogy mondjuk fölépítkezzenek. De lehet, hogy 16, a nejem jobban tudná. Érted? Tehát úgy, hogy hitel nélkül fölépítkeztek. Ez nem most volt. A 70-es években. Tehát a 70-es években. Tehát akkor így működött. Az én szüleim és nagyszüleim három, tehát két lakást és egy házat adtak el, hogy tudjanak venni egy családi házat. Érted? A 15. kerületben, Budapest 15. kerületében. És akkor összeköltöztek egy ilyen
két generációs családi ház, két külön bejárattal, és ott lakott három generáció velem együtt. És az nem volt túl nagy, mert az egész az 70 négyzetméter. És ebben a 70 négyzetméterben, ez két és fél szoba, lakott három generáció bele, magamat is beleértve. Manapság. Tehát laktunk öten 70 négyzetméterben. Természetesen összkomfort. De ez mondom, el lett adva két lakás, meg egy családi ház. Hogy ezt meg vidéken a családi ház, Budapesten a két lakás. Ez mikor? Ez 68-ban volt. 68-ban. Na most így tudtak hozzájutni egy családi házhoz akkor, de mondom, 70 négyzetméterben voltunk öten. Most, mit tudom én mondjuk, három ember az nem 70 négyzetméterre törekszik úgy általánosan, hanem 140 négyzetméterre, érted? És mondjuk lenne 70 négyzetméterre pénze, de neki nem 70 négyzetméterre be szeretne lakni, hanem a duplájába, és ahhoz fel kell természetesen venni hitelt. Tehát ma egy ilyen világ van, érted? Természetesen nem azt mondom, hogy mindenki úgy van. Hát csak gondoljatok arra, hogy Budapestről csak nem 300 ezer ember költözött ki a rendszerváltozás óta. Tehát nem kihaltak, hanem kiköltöztek Budapestről a környékre. Tehát olyan települések, amelyik pár ezer fős volt, az most egy komolyabb város, érted? Több tízezer fős város Budapest körül. Tehát kiterjeszkedtek az ottani települések, és mind, ugye Budapesten nem voltak nagy lakások, a legnagyobb lakások is, ami kevés volt, ilyen, hát ilyen 80 négyzetméter, érted? A legnagyobb lakások is. És miben költöztek ki az emberek? Hát ennél jóval nagyobba. Tehát ugye már a 90-es évek utáról beszélek. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek túlnyújtózkodnak a takarókon, és mind úgy csinálta, hogy jóval többe került neki az ottani háznak a felépítése, mint az a lakás, amiben itt lakott Budapesten. És ráadásul úgy, hogy azóta ingáznak, és bejárnak dolgozni, és utaznak minden nap 2-3 órát, hogy bejárjanak. Nem azért, mert messze laknak Budapesttől, hanem azért, mert annyi ember ingázik, hogy olyan dugó van, hogy ihaj. Szóval, jó, ez most besegített nekik a Covid, hogy azóta van home office, és nem mindenkinek kell bejárni, de aki mondjuk fizikai munkát végzett, mondjuk egy munkahelyen, az hogy dolgozik home office-ba? Hát az sehogy. Jó, szellemi munkát, ami számítógépes szellemi munkát, az nyilván lehet végezni home office-ba, de utána azon túlmenően semmi más. Szóval gondoljuk végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol elérték azt, hát nézzük meg mikortól. A 80-as évek végéig nem volt olyan, hogy egy ember túlköltekezzen. Nem volt ilyen. Nem volt. Tehát nem nyújtózkodtak tovább, mint a takarójukért. A 80-as évek végéig nem volt fogyasztói társadalom. Oké? Okay? Nem volt olyan. Az emberek arra költöttek pénzt, amire szükségük volt. Azon túlmenően igazából kevés család költekezett azon túl, amire szükségük volt. Na most bejött a rendszerváltás. A rendszerváltással bejött a kapitalizmus. A kapitalizmus meg miről szól? Ugye, mivel én a szocializmusban tanultam, nekünk még a szocializmusban keményen szitták a kapitalizmust. Keményen tanították azt, hogy a kapitalizmus az milyen profitorientált. És ugye ezzel szemben a szocializmusban mit láttunk? Hogy a kapitalista országokban jobban élnek az emberek, mint a szocialista országokban. Ezért ugye a lakosság a szocializmusban azt várta, hogy legyen már kapitalizmus. Megjött a kapitalizmus, és behozták, ugye, hát nyilvánvaló ez egyértelmű volt, hogyha
egy ország átmegy a szocializmusból a kapitalizmusba, akkor ott vad kapitalizmus lesz. A vad kapitalizmus az azt jelenti, hogy minél jobban kizsákmányolni az ott élő lakosságot. De hát ezt nem is értem, hogy nem tudták az emberek, ez előre tudható volt, hogyha egy ország a szocializmusból átlép a kapitalizmusra, kapitalizmusba, akkor tudjuk jól, hogy ott mindenütt a kapitalizmus úgy indul, hogy vad kapitalizmus. Tehát a minél nagyobb kizsákmányolás. A minél nagyobb kizsákmányolás az azt jelenti, hogy te negyede bért se kaptál a 90-es években, mint a nyugati, mit tudom én mondjuk, ide jött egy nyugati cég, ugyanannyit termeltél szocialista emberként, volt szocialista emberként, és negyede fizetésre kaptad, mint amit mondjuk Németországban ugyanazért a teljesítményért dolgozott egy német állampolgár. Tehát akkor ez mi, ha nem vadkapitalizmus, ahol sokkal nagyobb hasznot termelsz a munkáltatódnak a mai napig is, mint mondjuk Ausztriától nyugatra. Érted? Még most is így van, akkor még nagyobbak voltak a különbségek. Hát most is többszörösét keresik ugyanazért a teljesítményért a nyugati állampolgárok, mint itt Magyarországon. Akkor ez még mindig azt jelenti, hogy vadkapitalizmus van. És a vadkapitalizmusnak része természetesen, de eleve a kapitalizmusnak része, amit ugye nekünk tanítottak a szocializmusban, hogy a kapitalizmusban túl költekeznek az emberek. És nem addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér, hanem tovább és hiteleket vesznek föl, és utána fizetik az adósságokat. Ezt akkor tanultuk. Eljött a kapitalizmus, és az emberek megtapasztalják a saját bőrükön, hogy a lakosság nagy része el van adósítva. És sok olyan ember lett, mint amire van egy mondás, hogy ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom megerénél. És az emberek gyakorlatilag, hát addig, míg van, most mit tudom én, tételezzük fel, mondjuk valaki fölvett mondjuk 20 millió forint hitelt, és még van 100 ezer forint hitel azon a lakáson, és azt a 100 ezer forintot nem tudja kifizetni valamilyen oknál fogva, akkor fogják és elárvezik a 20 milliós ingatlanját. Érted? Annak ellenére, hogy 19 millió 900 ezeret kifizetett. Érted? Annak ellenére. Tehát ami azt jelenti, hogy nem az ő tulajdonában van. Tudod, mi a te tulajdonod? Amit bármikor eladhatsz. Még egyszer mondom, az a te tulajdonod, amit bármikor te eladhatsz. Addig, míg te bármikor bármit nem adhatsz el, az nem a te tulajdonod. Csak hogy tiszta és világos legyen ez a világ. Tehát addig, míg az nem adhatod el, te nem adhatod el, az nem a tied. Ez ugyanolyan, mint hogyha a feleséged nevén van a lakás, akkor te nem adhatod el férként. Nem adhatod el, mert az nem a te neveden van, nem a te tulajdonod. Világos ez? Ha az autó a férjed nevén van, akkor te feleségként nem adhatod el a férjed nevén lévő autót. Érted? És ez így működik, tehát ami azt jelenti, hogyha például mondjuk valaki elválik, éppen válásban van, és mindene mondjuk a párja nevén van, a párja eladja, mielőtt elválnának, hát akkor a párja az így jár. Nem vicc. Tényleg így van. Mert megtehette, hogy a nevéről
mivel ő a tulajdonos, eladja. Na most, ugyanez. Ha te nevel, tehát nem tudsz valami tulajdon, úgy nevezett tulajdonodat eladni, akkor az nem a tied. Világos? Tehát, ha te fölveszel egy autóra hitelt, és nem tudod eladni az autót, akkor az nem a tied. Ha fölveszel egy lakásra hitelt, és nem tudod eladni a lakást, az nem a tied. Világos ez? Tehát óriási tévedésben élnek az emberek, hogy azt gondolják, hogy az az övéké. Nagy tévedés. Oké? Az a tied, amit fogad és eladsz. Világos? Amit nem adhatsz el, az nem a tied, hanem azé, aki eladhatja. Márpedig a bank eladhatja, képzeld el, mert fogja, árverésre bocsátja, és az engedélyed nélkül eladhatja. Akkor kié? A banké. És addig, míg ki nem fizetted az utolsó fillérig, vagy az utolsó forintig, nem fizetted ki a hitelt, addig a bank eladhatja az ingatlanodat, te nem. Akkor addig kié? A banké. Ezt miért nem látjátok át, drága állampolgárok? Miért nem látjátok át? Hogy tiszta és világos legyen. Tehát az a tied, amit eladhatsz. Világos ez? És ugye jött a kapitalizmus, annak is a vad kapitalista része, ahol szándékosan eladósították az állampolgárokat. Ilyen feltételekkel. Hogy a bank eladhatja az ingatlanodat. Most gondold végig, mondok egy példát. Mit tudom én, valamelyik banktulajdonos fogja, tulajdonos, és azt gondolja, hogy ő ki akar szállni mondjuk az ingatlan befektetési piacból, mondjuk olyan formán, hogy eddig kihelyezett hitelt az állampolgároknak, és az állampolgárok ezért ingatlant vettek, tehát magyarul, hogyha egy bank a lakosságnak kiad lakásvásárlásra, házvásárlásra hitelt, akkor ő benn van az ingatlan piacon. De ha ki akar belőle szállni, akkor fogja, és az állampolgároknak azt mondja egyik napról a másikra, hogy vagy fizest ki az általam adott hitelt, vagy holnap elálverezem az ingatlanodat. És ezt megtehetik. Oké? Ezt csak mondom, nem akarok a bankoknak tippet adni. Oké? De gyakorlatilag ezt megtehetik. Világos ez? És nem tudnád csinálni, nem tudnád csinálni semmit. Világos? Na most, tehát itt egyetlen egy dolog van, hogy az emberek mennyire bíznak abban, hogy a bankok azok tisztességesek lesznek egy év múlva is, illetve nem a bankok, bocsánat, a bank tulajdonosok tisztességesek lesznek mondjuk egy év múlva is, öt év múlva is, tíz év múlva is. Honnan tudod, hogy tisztességesek lesznek? És itt nem a tulajdonosokról szól a történet, hanem a többségi tulajdonosról. Ugyanis minden bank az részvénytársaság. És mivel részvénytársaság, igazából te látod a részvénytársaságok alapítói okiratában, hogy kik alapították azt a részvénytársaságot, de azt nem látod mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva, vagy öt év múlva, hogy most kik a tulajdonosok. Mert egy részvénytársaság esetén nem kell a bíróság felé
bejegyezni, hogy kik a tulajdonosok, elég egy részvénykönyv, amiben be van írva. Ami a részvény társaság tulajdonában van, általában a fő részvényes tulajdonában. Tehát amikor mondjuk egy banknak látod, hogy ki a tulajdonosa, mert mindig ki a tulajdonosról szól a történet, ahol lehet egy részvénytársaságnak cég is a tulajdonosa, sőt egy cégnek is lehet cég tulajdonosa, még annak a cégnek is lehet cég tulajdonosa, de a végén akkor is magánszemély van, ha végig göngyölíted, oké? Egy cég az nem magánszemély, hanem ez jogi személy, de a végén, ha a cégek a tulajdonosok, vagy cég a tulajdonos, akkor a végén mégiscsak magánszemély a tulajdonos. És akkor milyen tisztességes az a magánszemély? Mennyi a vadkapitalizmusban, vagy a kapitalizmusban, ahol minden profitorientált, semmi nem számít, csak a profit. Ha azt gondolod, hogy te számítasz, mint ember, a kapitalizmusban, a vállalatnál, a banknál, akkor te óriási tévedésben vagy. Csak egy számít, a profit. Oké? Okay? És az azt jelenti, hogy mennyire tisztességes a tulajdonos, lehet, hogy tisztességes, aki alapította. És közben lehet, hogy már a ötödik tulajdonos van. Ahelyett, aki alapította. Mert csak bejegyzik a részvénykönyvbe, átadják a részvényt, ami egy pénzszerű érték, csak nagyobb, mint a pénz, érted? Átadják, és onnantól kezdve az a részvénytársaságnak a tulajdonosa, akinél a részvény van, és akit bejegyeztek a részvénykönyvbe. És nem az, ami a bíróságnál le van adva, mert az az alapítás. Tehát nem úgy működik a rész, egy részvénytársaság, mint egy KFT. Aki esetleg KFT tulajdonos, annak mondom. A részvénytársaságban nem tudhatod, hogy ki a tulajdonos. Oké, valószínűleg nem is tudod. Ami azt jelenti, hogy van egy fő részvényes, mondjuk 50 egész akárhány tized százalékkal, mert általában ezt szokták csinálni, és onnantól kezdve ő dönt el mindent. Hiába van 49 egész akárhány tized százalékban más részvényesek, akár sok részvényes, vagy egy másik személy, egy személy, aki részvényes, akkor is a többség dönt. Világos? És az van, amit a fő részvényes akar. A 40, vagy a 50 egész akárhány tized százalékával. Világos ez? Tehát csak azért mondom, hogy egy olyan világban élünk, ahol az összes bank, az összes biztosító, a nagyvállalatok nagy része az mind részvénytársaság. Oké? Okay? Mind részvénytársaság. És azoknak egy jó része ráadásul még lehet, hogy tőzsdén is jegyzett. Ami azt jelenti, hogy szabadon adhatják, vehetik a részvényeket az emberek. Szabadon. Idegeneknek eladhatják. A zárt részvénytársaságokban idegeneknek nem adhatják el a részvényeket, csak ismerősöknek, mert ott nem lehet árusítani a zárt részvénytársaságoknak a részvényeit, mint a tőzsdén, mert a tőzsdén árusítják. A zárt részvénytársaságokban eladhatja ismerősének, rokonának, érted? De nem hirdetheti meg. Tehát ezt gondold végig, kis jogi dolgokról beszéltünk, és az emberek ilyen szervezetekben, cégekben bíznak, érted? Ahol nem követhető le, hogy kik a tulajdonosok. Most nézzük meg. Nálunk is van részvénytársaság, de a miénk az családi részvénytársaság. Ezt a részvénytársaságot én alapítottam, és akkor bevettem a családtagjaimat. A feleségemet, meg két fiamat.
nem szándékozunk, nem is fogunk szándékozni sose bárkit beolni tulajdonosként. Nincs rá szükségünk, hála Istennek, hogy tőkebevonás történjen. Ami azt jelenti, hogy viszonylag könnyen lekövethető a mi részvénytársaságunk, de próbálj lekövetni más részvénytársaságot. Nem tudsz. Oké? Tehát gyakorlatilag egy olyan világban élünk, ahol az emberek olyanokba bíznak, akiben nem kéne. Tehát mondok példát, jó? Életemben egyszer csináltam ilyet, soha többet. Megbíztam egy ismerősömnek a szavában, aki az ismerősömnek volt egy ismerőse, aki bróker volt. Befektetési bróker. Hát egy bróker cégnél volt alkalmazott, tehát nem bróker volt, tehát csak alkalmazott volt egy bróker cégnél. És hogy hát mindig jó tippeket adott, hogy mibe fektessen az ember tőzsdére, tőzsdére. És akkor éppen volt kb. 10 millió forintunk, és akkor megismerkedtem ebben a hapsival, odaadtam a 10 millió forintot, ő befektette egy részvénybe, ami ma jó hozamot hoz, maradt belőle pár százezer forint. Oké? Okay? Neki felelőssége semmi, én meg elbuktam több mint 9 millió forintot, érted? És akkor ezt gyakorlatilag megcsináltam mondjuk egy hónapon belül. Érted? Na most ezt azért mondtam el, hogy hát bíztam, érted? A bizalomról beszéltem, bíztam. Bíztam, nem a saját fejembe bíztam, hanem bíztam egy másik szemébe, és annak a szavában, majd a másik személy szavában bíztam. Érted? És buktam, csak nem 10 millió forintot. Érted? Na most az emberek meg itt mindent elhisznek. Tehát én tudom, hogy azt mondják, hogy a gazdaság motorja a hitel. Ezt tudod mekkora hazugság? Akkor lenne a gazdaság motorja a hitel, ha azért nem kérnének kamatot. Érted? Tehát a gazdaság motorja tényleg a hitel lenne, ha nem kérnének kamatot. Ráadásul sok esetben, tehát amilyen kamatot nehéz vagy nem tudsz kifizetni, azt úgy hívják, hogy uzsora. Jó? Tehát amit nem tudsz kifizetni, vagy nehezen fizetsz ki, akkor az akárhány százalék, akkor is uzsora kamatnak hívják. És az egész gazdaságunk az gyakorlatilag az uzsora kamatra. Tehát azt lehet mondani, hogy a szinte kifizethetetlen hitelekre épül. Oké? Tehát a szinte kifizethetetlen hitelekre épül. Ugye miért jó nekik a kifizethetetlen hitel? Mert tulajdonhoz jutnak, tehát nem kamathoz jutnak, hanem tulajdonhoz jutnak. Oké? A hitelek révén. Mondok példát a tulajdonra, hogy világos legyen. Tehát kifizethetetlen tulajdon, tehát a kifizethetetlenség miatt tulajdonhoz jutnak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Magyarország, tehát az országokat adósítják el. Kik? A bankok. Jó? Tehát a bankok tulajdonosai megvették a politikusokat, a döntő
politikusokat, megvették, hogy a politikusok törvényben engedélyezzék, hogy a bankok ezt megtehessék, jó? Fogják és, az államok fölvesznek a bankoktól hiteleket. Most az milyen bank? Most részletkérdés. Tehát fölvesznek bankoktól hiteleket. Tehát ugye általában világ bankoktól, amelyiknek van annyi pénze. Fölvesznek hiteleket, mikor tudják, hogy nem fogja tudni az ország visszafizetni. Érted? Tehát úgy veszik föl a hiteleket, hogy pontosan tudják a banki szakemberek, hogy nem fogják tudni visszafizetni. Ezért mit csinálnak? Az ország elad tulajdonokat. Például sok esetben már csak úgy adnak hitelt egy olyan országnak, amelyiknek már túl sok a hitele, és lehet látni, hogy nem fogja tudni visszafizetni, hogy jelzálogba. Tehát én tudomásom szerint nálunk Magyarországon egy csomó tulajdon jelzálogban van. Méghozzá bankok jelzálogában. Például tudomásom szerint a Korona, tudomásom szerint a Parlament, tudomásom szerint a Vár, stb. Stb. Jelzálogban van. Tehát ami azt jelenti, hogyha nem fizetjük vissza, akkor az nem a magyar államé továbbra. Világos? Akkor majd egyszer talán ki lehet vásárolni. De miből? Oké? Na most akkor mondok másik példát, jó? Görögország. Nézzétek meg azt a filmet, amit javasoltam. Beírod, nem tudom mi a címe. Tehát beírod. Igen, az a film címe, hogy Görögország 2015. Jó? Görögország 2015. Nézzétek meg. Tehát amikor volt az a nagy görög válság, emlékeztek? Na hát akkor ugye a görögök ki akartak lépni az eurós övezetből, mindent akartak. Még az EU-ból is, stb. És egy szocialista kormány volt egyébként, amiről lehetett volna tudni, hogy úgyse fogja azt megvalósítani, amit a nép akar. Na mindegy. Lényeg az, hogy az utolsó pillanatban visszahátrált a görög kormány mindenből. Oké? Mindenből visszahátrált. És utána eladtak egy csomó görög szigetet. Oké? Tehát az lett a megegyezés, hogy a görögök nem tudják ugye kifizetni az adósságot, jó? Akkor megnézték, hogy mennyire adják el a szigeteket, és gyakorlatilag biztos jó pénzért megvették a szigeteket. Jó? A görög szigeteket. Nem az összeset, de jó párat. Hát oda, hova járnak turisták természetesen. Szóval, hát hogy hasznot is hozzon nekik, nyilvánvaló. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy igazából egy olyan világban élünk, ahol az emberek mindent elhisznek, ami jónak tűnik nekik. Hát ami jónak tűnik nekik. Az, amivel esetleg segíteni akarna az ember rajtuk, azokat meg nem hiszik. Tehát a hitel az soha nem segítség. Jó? Az soha nem segítség. Szóval, mert a hitel mögött profitorientált cég van, a profitorientált cégnek meg az a törekvése, hogy lehetőleg oda minél többet fizes, vagy akár ne tud kifizetni. Jó? Ne tud kifizetni, és maga az az ingatlan mondjuk az övé legyen. Tehát el tudja jó pénzére árverezni. Világos? Na most, ha valaki esetleg azt hiszi, hogy mit tudom, hogy törvényben le van írva, hogy nem bocsátható ugye egy ilyen árverezés,
ugye arra, hogy ki van benne az árverezésben már, meg hogy mikor lesz ilyen árverezés, annak az ingatlannak mikor lesz az árverezése. De gondold végig, ezt csinálják emberek. És azoknak az embereknek vannak kapcsolataik. És azok a kapcsolatok ingatlan biznisszel foglalkoznak. Oké? És akkor ezek a kapcsolatok hozzájutnak nyilván előre az információkhoz. Természetesen. Tehát gondold végig, a mai világban, amikor programokat emberek írnak, akkor onnantól kezdve mi az, hogy nem tud valaki valamiről? Hát az, aki a programot írta, azt tudja, nem? Meg aki elkezdi, hogy jó, akkor hónap ekkor kitűzzük az árverést, az is tudja. Meg az is tudja, aki azt mondta, hogy na, erre tűzzük ki, erre meg erre az ingatlanra az árverezést. Az is tudja. Hányan tudja? Hát a nép nem tudja, de akik, a bennfentesek tudják. Jaj, emberek, mindent elhisztek. Jó? Szóval a lényeg az, hogy egy érdekes világot élünk, ha jobban végig gondoljátok, nem? Tehát azt mondták, hogy a szocializmus az korrupt. Hát ami mostani rendszer, ami van, hát ennél korruptabb rendszerrel én még a saját életemben, ahol országban élek, nem találkoztam. Tehát itt Magyarországon ennél korruptabb rendszer nem volt, mint amit úgy hívnak, hogy EU. Érted? Hát én azt is el tudom képzelni például, hogy mondjuk a főváros, de nem csak a főváros, mondjuk pénzt kapott arra az EU-tól mondjuk, hogy bicikli utakat építsenek ki. Akár milliárdokat. Erre nem képítettek bicikli utakat, hanem levágták a közlekedési utakból. Nyilván az, hogy most főfestettek egy szaggatottat, az tudni nem annyiba került, mintha aszfaltoztak volna bicikli utakat. Tudti. Érted? És én el tudom simán képzelni, hogy fogták, és azokat a milliárdokat meg másra elköltötték. Érted? Mert megvalósult a pályázat, a bicikli utak lettek. Igaz, hogy nem sokba került, mert fogták, és az utakról leválasztották, de akkor is bicikli út. Hát gondold végig, hány olyan bicikli utat láttál már, amit kiépítettek rendesen, leaszfoltoztak, kikorlátoztak, stb. Stb. Megcsinálták az átjárókat az utaknál, érted? Hát az nyilván nem kis pénzbe került. De Budapesten? Hát a bicikli utak mind az utakon mennek. És ezáltal nyilván egy sávval kevesebb lett mindenhol. Aztán borzalmas sok biciklis megy rajta, főleg télen, tudod. Egy fia se, egy szál biciklis se megy rajta télen, de azért ugyanúgy télen is, természetesen ott a biciklisáv. Hát, ha mondjuk egy nap egy biciklis eltéved rajta, vagy rátéved, inkább úgy mondanám. Érted? De hát nyáron is, hát míg látsz 500 autót, addig látsz egy biciklist, érted? Körülbelül az az arány. És abban az 500 autóban nem biztos, hogy csak 500 ember ül. Hát általában egy biciklin meg egy ember ül. Hát úgyhogy jó, szép világ, igen, bravo, bravo, akik ezt csinálják, bravo. Nem elbutulás. Ha mi van? Nem elbutulás? Hát gondoljátok végig. Szóval elbutulás következménye a helytelen cselekvés. Aminek a következménye a rosszabb élet. Hát ugye, amikor a rendszerváltás történt, ugye tudtuk azt, legalábbis én tudtam, hogy lesznek itt éhes emberek. Mit jelent az éhes ember? Aki a társadalom vagyonát, azt majd magának akarja. Nem lettek ilyenek? Az is sejthető volt, hogy minden új kormány elsősorban arra fog törekedni, hogy a saját vagyonát, az ott lévő
ugye tulajdonosok, nem tulajdonosok, párt vezetőknek a saját vagyonát gyarapítsák. Ez egyértelmű. Hát honnan lehetett ezt tudni? Hát úgy, hogy hát régen a parlamentben kik lehettek? Mind szupergazdag állampolgár. Nem? Hát a parlamentben nem voltak csak bárók, grófok, meg hercegek, érted? Más nem volt. Ami azt jelenti, hogy a gazdag réteg ült a parlamentben. És akkor nem lehetett megvesztegetni. Hát Széchenyit nem lehetett megvesztegetni, érted? Hát beültek a parlamentbe csóringerek, akiknek nyilván első dolguk mi volt? Hát, hogy meggazdagodjanak, nyilvánvaló. Ami azt jelenti, hogy drága István apánk ezer éve, több mint ezer éve eladta az országot, ugye, kinek adta el? Hát a római pápának, érted? Gyakorlatilag. Ugye a római katolikus vallásnak eladta az országot. Eladta az országot a németeknek, mert a németek jöttek be segítségre a magyarok ellen. A magyarok mellett a magyarok ellen harcoltak a németek. Eladta az országot. Majd jött a drága rendszerváltás és Antal Jóska barátunk, aki szintén eladta az országot. Ugye de miért adhatta el? Mert vagy megvették, vagy megfenyegették. Kettő közül valamit. Oké? Okay. És el lett adva az ország. És azóta egyre nagyobb szelet van eladva az országban. Oké? Okay. És ugye mondják azt, hogy Magyarország az, az már nem is Magyarország, nem is állam, hanem egy ZRT. Hát miért? Mert egy magyar állammal szemben nem lehet azt csinálni, hogy elzálogosítani mondjuk egy koronát, vagy egy parlamentet, vagy egy várat, érted? Nem lehet elzálogosítani, de egy ZRT-től? Hogy ne lehetne elzálogosítani? És ugye csak annak lennék kíváncsi, hogy a ZRT-nek, az ilyen állami ZRT-nek ki a tulajdonosa. Mert ugye a lakosságnak kéne a tulajdonosnak lenni. Na jó. Szóval érdekes világot élünk. És ha valaki azt gondolja, hogy ez a nagy elbutulásnak nagy javulás a következménye, akkor ez óriási tévedésben van. Ha eszesednének az emberek, tudatosodnának az emberek, etikusodnának az emberek, tehát etikusabbá válnának az emberek, hát akkor lenne javulás. De most megkérdezném megint csak, mondjuk a politikai végzettségű emberek, akik valamilyen politikai iskolát vagy gazdasági iskolát végeztek, és most az állami vezetésben vannak bárhol a világon, azokban az iskolákban mennyire tanították az etikát? Honnan tudnák mi az etika? Honnan? Mert ugye jellemzően gazdasági, vagy politikai, vagy ennek kutyulmánya iskolákba jártak a politikusok. És ott egyikben, bármelyikben is etikát tanítottak? Biztos, hogy nem. Hát valószínűleg ezek az iskolák ugye magánkézben vannak. Valami megint csak háttérhatalmi milliárdos kezében, akinek nyilván az az érdeke, hogy olyan politikusok jöjjenek ki az iskolájából, akiknek halvány lila dunsztjuk nincs arról, hogy mi az, hogy etika. Mi az, hogy tisztesség, mi az, hogy erkölcs, mi az, hogy becsületesség. Halvány lila gőzük nincs. És akkor kikerülnek az iskolából, és ugyanúgy, mint az átlag emberek, ugyanúgy nem tudják, mi az, hogy tisztesség, mi az, hogy erkölcs, mi az, hogy becsület. Mi az, hogy legnagyobb jó érdekében cselekedni, stb. Stb. Érted? Nem tudják. A politikusoknak minden döntésüket a legnagyobb jó érdekében kellene tenni. Erre ezt csinálják. De hogy csinálják?
Nálunk egy etika coach képzés hány hónap volt? Négy hónap volt. Három. Négy volt. Egy jó, biztos, hogy négy volt. Így van. Igen, négy hónap volt? Igen. Jó. Biztos? Igen. Jó. Biztos. Szóval mondom, a 120 óra képzés. Én még nem hallottam olyan iskolát, ahol mondjuk az etikáról 120 órát. Tehát a tisztességről, becsületről, erkölcsről 120 órát tanítanának. Nem hallottam ilyet. Jó, és akkor ott lehet, hogy még vissza is kellett fogni magamat, hogy ne adjak még ebben kapcsolatban több tudást. Jó? Szóval, van egy elbutulás. Nyilván a hatalom az a hal feje. Oké? Okay. És van ebben kapcsolatban egy mondás, emlékeztek? Hogy a fejétől bűzlik a hal. Oké? Okay. Tehát a társadalom a hal teste, a hatalom a hal feje, nem? És akkor olyan a hatalom, amilyen a társadalom. Olyan a társadalom, amilyen a hatalom. Nem? Mert ez a kettő szoros összefüggésben van, ugyanúgy, mint a hal, nem működik a saját feje nélkül. Nem? Megsütni meg lehet, de azon kívül élő organizmusként nem tud működni. Szóval, minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. És gondold végig, milyen jövőnk lesz nekünk, gyerekeink jövője. Ha a jelenlegi aktív emberek nem tesznek azért, hogy egy jobb világ legyen, és nem aktiválják magukat, hogy egy jobb világ legyen, milyen világunk lesz? Gondold végig. Mert az imént már említettem, a jó emberek nem tesznek semmit, hát akkor természetes dolog, hogy a rossz eluralkodik a Földön. Nem kellene eszesebbé tenni az embereket? Nem kellene saját magunknak eszesebbé válni? Mi ezt PPA-sok csináljuk, de nem adjuk fel. Tehát nem mondjuk azt, hogy na most már kellően eszesek vagyunk, és innentől kezdve nem akarunk eszesedni. Ez egy végtelen út. Én tanulok, tényleg, mint tanulás. Tanulok 91 óta. Gyakorlatban tanulok 87 óta. Oké? Okay? És képzeld el, még eszesebb akarok lenni. És akkor sokan azt mondták, hogy mint például én is annak idején, kijártam 12 évet, általános középiskola, tehát általános és középiskola, és azt mondtam, hogy bőven elég volt. Azt gondoltam. És akkor rájöttem egy idő után, hogy az azon kívül, hogy megtanultam írni, meg olvasni, meg számolni, alapműveleti számolás nyilván, azon kívül a többit azt lehetne a kukába dobni. Oké? Okay. Mert ugyanis az, ami még esetleg abból használtam, annak mindnek utána tudtam volna nézni. Érted? A mai világban meg aztán még könnyebb utána nézni. Mert fogja az ember, beírja a kifejezést a Google-ba, az kidobja a megoldást. Érted? Tehát gyakorlatilag a mai világban az iskolai tanulmányok még feleslegesebbek ezen kívül a három dolgon kívül. Mert mindent az interneten meg lehet találni, minden választ. Amit az iskolai tanulmányokból esetleg hasznosítani akarnánk. Tehát gyakorlatilag mennyi idő alatt meg lehetett volna tanulni ezt? 12 év helyett. Kettő év. Na akkor mondok példát, jó? Azt mondanád, de hát 4 év középiskola. Milyen középiskolába jártál? Mondanám, hogy közlekedés-gépészeti középiskola. Ami adott egy érettségit, meg egy adott egy szakmát, autószerelő szakmát.
Ugye ezt el tudnám mondani. Ó, hát akkor lett egy autószerelő szakmád. Na, akkor ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy dolgot, jó? Én dolgoztam Maszeknál autószerelőként. Akkor már körülbelül, hát ugye 84-ben dolgoztam ott, volt 3 éves autószerelői gyakorlatom. És ott volt a mester, aki a vállalkozást működtette, ugye autószerelő mester, és volt egy nagyon jó szakember. Az körülbelül olyan idős volt, mint a mester. A mester az egy olyan 10-15-tel lehetett idősebb, mint én. Tehát ugye ez, mivel 80-as évek, akkor voltam én 20 éves, ő meg max 40, érted? Lehet még annyi sem. És tehát annyi idős volt ez a nagyon jó szaki, mint a mester. És képzeld el, amikor olyan hiba volt, akkor még a mester is ez a szakihoz fordult. Tehát mindnyájunk, akik ott dolgoztunk, nem sokat dolgoztunk, vagy 3-4-en, mindnyájan ez a szakihez, a szakihoz fordultunk, amikor valamit nem tudtunk megoldani. És akkor honnan tudja ilyen jól a szakmát? Hát mondta, hogy ő nem is járt semmilyen szakiskolába. Neki az apja autószerelő volt, és az apja mellett tanulta meg a szakmát. Oké? Okay? És gyerekkorától szerelte az autót. Autókat. Érted? Gyerekkorától. Semmilyen papírja nem volt a szakmáról. De sokkal jobban értett az autókhoz, mint bármelyikünk, beleértve a mestert is. Tehát ami azt jelenti, hogy ő egy kiváló szakember volt, és jelentkezett a BMW gyárba, akkor még a 80-as években, mikor még én ott dolgoztam, és felvették. Papír nélkül. Érted? Nem Magyarországra, akkor még ugye Nyugat-Németországban. Jó? Jelentkezett. És felvették, és ki is ment dolgozni. Szóval, lényeg az, hogy amikor én elvégeztem a középiskolát, akkor beosztottak egy évre egy szakember mellé. Annál a cégnél, ahova elhelyezkedtem autószerelőként. És egy évig egy nagyon jó autószerelő mellett dolgoztam. Egy cégnél. És ott javítottuk az autókat, és az ő felügyelete alatt. És az alatt, az egy év alatt, és sokkal jobb lettem az autószerelésben, mint előtte a 4 évben az iskolában. Tehát, hogyha én semmilyen elméletet nem tanultam volna, és gyakorlatot az iskolába, akkor is abban az egy évben többet tudtam volna az autószerelésről, mint a 4 év alatt a szakiskolában. Világos ez? Tehát az is bizonyíték volt számomra, hogy az a 4 év az totál felesleges volt. Érted? Tehát teljesen felesleges. Tehát én világéletemben szerettem szerelgetni, ugye amikor még középiskolába elhelyezkedtem, az első évben még nem is szereltünk semmit, csak ilyeneket csináltunk, hogy kalapácsot reszeltünk, meg ilyen marhaságokat, érted? Tehát nem is volt még autószerelése. Már akkor én otthon a rigámat bütykölgettem, amit hála Istennek állandóan bütykölni kell. Jó kis orosz csúcs technológia volt akkor, és ez mindig volt valami javítani való rajta. És lényeg az, hogy ha egy ember, egy férfi mondjuk érdeklődik a technika iránt, akkor ezt meg tudja tanulni szakiskola nélkül is. Csak akkor képzeld el, akkor nem lenne szükség a szakiskolákra. Nem lenne szükség. Tehát az, hogy az elméletben mit tanítottak, az autószerelésben semmit nem számított, érted?
semmit. Tehát ez a szaki, ez sose végzett autószerelő iskolát, sose kapott elméletet, csak gyakorlatot, és tök jól elműködött vele, érted? Szóval itt a 12 évet azt így ki lehet dobni, abból 10 évet a kukába, érted? Az első két év bőven elég lett volna, hogy megtanítsanak minket írni, olvasni, számolni, de azt a 6 éves kortól, hanem 7 éves kortól kellene. Az egy nagy baromság, hogy 6 éves kortól már egy gyereket iskolába kell iratni. Mert a gyerek még nem érett arra, hogy ő iskolába menjen. Semmilyen gyerek, még akire azt mondják, hogy érett, az sem. 7 éves kortól iskolát érett egy gyerek. Tehát vannak a korszakaink az életünkben. Van az első 7 év, az a mintaszerzés, nem a tanulási időszaka, hanem a mintaszerzés időszaka. Első 7 évben a mintát szerezzük meg. Betöltöttük a 7 évest, onnantól jön a tanulási időszak. 7-től 14-ig van a tanulási időszak, nem 8 évnek kéne lenni, csak 7 évnek kellene lenni a tanulási időszaknak. Akkor is az élethez kellene tanítani. Minket sokkal több dologra tanítottak az életben, mert ilyeneket tanítottak nekünk fiúknak, hogy villanyszerelés. Tanítottak azt is, hogy mit tudom én, hímezzünk, meg ilyeneket fiúknak, mi a manónak. Még mindig van egy kis terítőm, amit én csináltam otthon mellettem. Tényleg, a múltkor megtaláltuk anyunál, és akkor Maria el akarta hozni, és ott van mellettem. Majd akivel skype-olok, az fogja látni, hogy mit csináltam én gyerekkoromban. Tényleg, az voltam vagy 7 év, mondjuk nem olyan, 9-10 éves körülbelül. Alsó tagozatban csináltatták velünk. Mert akkor ugye alsó tagozatban még nem volt külön a fiúknak, külön a lányoknak gyakorlat. Csak felső tagozattól volt külön a lányoknak. Most már nincs is gyakorlat. Már nem tanítanak olyanra, amit házi munka, már ilyen nincsen. Szóval, hát gondoljátok végig, hogy nem kellene eszesebbé tenni az embereket. Tehát egy ilyen nagyon érdekes világban élünk. Nézzük meg, mit csinálunk. Eszesebbé tesszük az embereket. Tehát rendszeresen vannak ember és életjobbító coachképzéseink. Rendszeresen. Minden szerdán és vasárnap. Minden szerdán 18 órától kezdődnek, és minden vasárnap 4:30-tól kezdődnek délután. Amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elől eltitkolt tudásokhoz. De igazából ez nem képzés sorozat. Annak látszik, de nem az. Nem ez a célja. Tehát téged azért akarnánk eszesebbé tenni, hogy te is tegyél valamit azért, hogy legyen egy jobb világunk. Ha te jobban működsz az életedben, a családoddal, akkor azzal már valamilyen szinten hozzájárultál ahhoz, hogy legyen egy kicsit jobb világunk. És ha segítesz nekünk abban, hogy minél többen itt tanuljanak, akkor már sok olyan ember lesz, aki eszesebbé válik a világunkban, és minél eszesebbek az emberek, annál kevesebbet hibáznak. Minél kevesebbet hibáznak, annál kevesebb problémájuk lesz. Minél kevesebb problémájuk lesz, annál jobb hangulatban tudnak maradni. És annál kevesebb problémát idéznek elő természetesen. Jó, tehát ez egy ilyen visszafordító spirál, amiben belevitték a társadalmat, hogy az emberek hangulata lefele menjen azért, mert egyre több és a több a problémájuk, egyre kevésbé tudják megoldani a problémájuk, mert egyre kevésbé eszesek. Na, ezt vissza lehetne fordítani, hogy ez a spirál ne lefelé mozogjon, hanem fölfelé mozogjon, érted? Ez meg lehetne fordítani. De miért? Hát mert van egy küldetésünk. Tehát akik itt vannak, azokkal egy közös küldetésünk van. Ez a közös küldetés, hogy ennek az emberiségnek létre kellene hozni a szeretet korszakot. Tehát a szeretet korszakot.
Egy olyan korszakot, ahol az emberek képesek egymást szeretni, és a szeretet alapon működni. Egy ilyen korszaknak kell lenni. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez a fajta világ tovább mehet, és ennek lesz majd folytatása 20, 30, 40, 50 év múlva is, ennek a jelenlegi világunknak, óriási tévedésben él. Szeretném mindenkinek fölhívni ezzel kapcsolatban figyelmét, azt, hogy ennek a világnak vagy vége lesz, vagy véget vetünk. Mi, emberek. A végetvetés az azt jelenti, hogy jobbá válunk, és akkor véget vetünk ennek az elbutuló világnak. Vagy ha ezt nem tesszük meg, akkor fogják, és ezt megoldják a fentiek. Kitörlik ezt az emberiséget. Tehát ez az emberiség akkor nem érdemes a túlélésre. Világos voltam? Mi lesz a lelkekkel? Hát az nyilván úgyse tudnak kimenni, összegyűjtik. Jó? Jó, és nyilván ebben jobban bele tudnék menni a részletekbe, hogy hogy, mint, merre van ez a tervezet, mert ugye ez a két terv van, hogy vagy lesz szeretetkor, megtesszük azt, hogy jobbá tesszük ezt a világot, vagy ezt a világot törlik a számunkra. Jó? Na, mi döntésünk? Tehát ez tudod milyen? Olyan, mint a te életed, ami kicsiben, nagyban, ami nagyban, kicsiben. Tehát, ha te jó döntéseket hozol, akkor nem lesz sanyarú sorsod. Ha te minél rosszabb döntéseket hozol, annál sanyarúbb sorsod lesz. Ez így van mindenkinél. Tehát, hogy tud az ember jó döntéseket hozni? Minél eszesebb, okosabb, értelmesebb, annál jobb döntéseket hoz. Minél kevésbé eszes, annál rosszabb döntéseket hoz. És annál többet hibázik, mint amiről eddig is beszéltem. Na, ugyanez vár az emberre, a társadalomra. Most gondold végig, ha te sanyarú sorsot okozol magadnak az esztelenségeddel kapcsolatban, vagy az esztelenséged miatt, akkor a sok probléma miatt nagyon rossz hangulatba kerülsz egy idő után, sőt azt lehet mondani, hogy depressziós is leszel. A depresszió meg már nagyon közel van a halálhoz, a depressziós ember még öngyilkossági hajlamokkal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nagyon megrövidíti egy depressziós ember a saját életét. Ha rövid életet akarsz élni, akkor nagyon egyszerű a megoldás. Legyél minél hamarabb, minél rosszabb hangulatú, azt úgy tudod elérni, hogy minél több problémát okoz magadnak, lehetőleg azáltal, hogy minél több rossz és rossz döntést hozol. Jó? Ez a feladat. Oké. És akkor így gyorsan, természetes módon tudod elpatkoltatni magadat. Oké. És így még azt a környezetedben lévők még azt se fogják mondani, hogy afránya ember öngyilkos lett, hanem azt mondják majd, jaj, szegény. Tehát még képzeld, még sajnálni is fognak. Tök jó lesz neked, érted? Szóval, ez ugye viccesnek tűnik, de nem annyira vicces, mert sokan gyakorolják, tudod? És sokan csinálják, körülnézel a környezetedben, és pont ezt gyakorolják, hogy hogyan lehetnek minél rosszabb hangulatban azáltal, hogy minél több hülyeséget csinálnak az életükben, érted? És akkor persze, de ezt nézd meg a te ismeretségi körödben, rokonságodban, nézd körül egy kicsit. Minél több problémája van egy embernek, vagy volt egy embernek, annál hamarabb földobta a talpát. Oké? Okay. Hát ez így működik. Jó, tehát ezt vissza kellene fordítani, ezt lásd át, hogy ez nem jó út. Itt van egy közösség, ahol az emberek egy küldetés érdekében dolgoznak. A küldetés az, hogy legyen egy szeretett korszak a világunkban. És ezt a szeretett korszakot innen kell a Kárpát-medencéből létrehozni. Ezt nagyon sokan megjósolták,
Többek közt Nostradamus is. Oké? Hogy létrejön itt ez időtájt, ugye egy olyan közösség, egy olyan nép utána, amelyik létrehozza az aranykort. De hogy lehet az aranykort létrehozni? Hát az aranykort úgy lehet, szeretetkort. Jó, maradjunk a szeretetkornál, mert az aranykort hagyd megmagyarázgassam. Ugyanarról szól, ugyanaz a kettő. Egyébként, tehát a szeretetkor az úgy jön létre, hogy először itt létrejön, és utána másolják a többiek a világban, érted? A többi nép. Tehát azt látják, hogy jól működik, és onnantól kezdve elkezdik másolni. És gondold végig, akkor mennyi szerepe lesz a magyaroknak a Földön. Jó? Hát ez egy főszerep, így van. Így van. Tehát mintát kell mutatni a világ számára, hogy hogy kell egy szeretett korszakban működni. És ugye minél hamarabb csináljuk meg ezt, akkor annál hamarabb lesz a világunkban egy szeretett korszak. Jó? Tehát nem az egész világban egyszerre lesz szeretett korszak, ezt felejtsétek el, hanem az elterjed. Oké? Jó? No, tehát, és ehhez ez úgy meg van csinálva az egész, egy, rá van építve egy rendszer. Jó? A rendszerünk arról szól, tehát, hogy azért teszünk, hogy minél több ember eszesedjen. Jó? Ennek van egy, tehát ennek a célnak, hogy minél több ember eszesedjen, van egy eszköze. Hogy minél több ember olyan dolgokat tanuljon, ami ezekhez az életterületekhez szükségesek. Oké, ez a 10 életterülethez. Az emberek tanulnak ezeken a területeken, ezáltal egyre kevesebb problémát okoznak maguknak, másoknak. Mindazonáltal ez azt eredményezi, hogy egyre jobban érzik magukat a bőrükben, mert ha kevesebb a probléma, akkor kevesebb a megoldandó probléma is. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy egyre jobban és jobban. Tehát gondold végig, amikor kevesebb adat volt a problémád, vagy éppen nem volt problémád, akkor sokkal jobban érezted magadat, mint akkor, amikor volt. A netántán nem is egy problémád. Tehát gondold végig. És az emberek jól érzik magukat, akkor sokkal jobb döntéseket hoznak, sokkal inkább használják a tudásukat, sokkal inkább használják a képességüket. Ja, és akkor elkezd létrejönni, hogyha te jól működsz, melletted lévő ember jól működik, környezetedben jól működnek az emberek, akkor elkezdesz bízni az emberekben. Most azért nem bízol az emberekben, mert rosszul működnek, megígérnek valamit neked, aztán egy óra múlva már elfelejtik azt is, hogy mit ígértek. Érted? Még azt is, hogy találkoztatok, érted? Azt is elfelejtik. Így van. Hát gondold végig, hát persze, mert nem tud a jelenben lenni a figyelmük. Nem tud a jelenben lenni a figyelmük. Hogy, hanem ott van a múlton, hát a múltban meg létrehozta a problémákat. Jó, és ezeken a területeken az ember jól működik, akkor egyre jobb és jobb állapotba tud lenni. Jó, és ez, de ehhez sok ember kell. Tehát gondold végig, a társadalomnak létre kellene hozni, a magyar társadalomnak létre kellene hozni azt, hogy itt szeretetkor legyen. Tehát ugye kezdetben ez úgy működne, hogy 4%, az 400 ezer ember. Ez az első kör. 400 ezer ember. Hol vagyunk még ez? Tehát 400 ezer ember kellene itt Magyarországon, akik tesznek azért, hogy legyen egy szeretett korszak. Érted? És ebben a közösségben, akik itt vannak, most ugye pár ezren, jövőben ugye sok ezren kell, hogy legyen, sok tízezren, sok százezren, egy közösségben. Érted? De nem politikai közösség, nem akarjuk a politikusokat lecserélni, meg nem megyünk ki tüntetni, meg ilyen baromságok, hanem azt akarjuk, hogy a politikusok is ezesedjenek. Érted? És átlássák a helyzetet, amiben vagyunk.
Szó szerint. És tudják, mi az, hogy etika, tudják, mi az, hogy erkölcs, tudják, mi az, hogy tisztesség, becsület. Tudják azt, hogy az ő hangulatuk mit befolyásol, tudják azt, hogy az ő elméjük, az hogy működik, érted? Tudják azt, hogy hogy vehetnék igénybe a teremtőjük segítségét, nem egy negatív teremtő segítségét, hanem pozitív teremtő segítségét, stb. Stb. Tehát ez, erre mind szükségük lenne, a családjukkal tudnának bánni, nem az lenne, mint hogy mit tudom, most politikusok is elválnak, nem tudom, az elmúlt évtizedekben hány politikus vált el a szocializmusban, egy ilyenről nem hallottál, hogy egy politikus elvált volna. Érted? Most sorba válnak el a politikusok. Csak gondold végig. Jó? Igen, és arról nem is beszélve, hogy van betegség, baleset is. Na mindegy. Szóval, várjuk szeretettel azokat az embereket, akik szeretnének korszakalkotó lenni. Korszakalkotók lenni. Korszakalkotásban részt venni. Egy új korszakot létrehozni. Ugye a kapitalizmus után egy szeretett korszak, az egy kicsit jobban hangzik. Vagy egy vadkapitalizmus, vagy egy kizsákmányoló kapitalizmus, vagy egy profitorientált kapitalizmus után egy szeretett kor, ahol az emberek azon az elven működnek, hogy élni és élni hagyni. Érted? Tehát minden az életünkben, amit csinálunk, annak következménye van. Ha jót, akkor jót. Következménye van. Ha rosszat csinálunk, akkor rossz következménye van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak, Mester Kósnak a bemutató képzést, értékes információkat. Életem legjobb döntése volt, hogy 2018 nyarán csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta minden pozitív irányba változott, életem minden területe. Ide kerültem, elkezdtem tanulni, a fentiek nagyon hamar elkezdtek terelni az utamon a gyógyulás felé. Akinek elé teszik a fentiek mesterünk előadását, az nem véletlen, mert ezen a bolygón semmi nem véletlen. Minden nagyon is jól megvan szerve az angyalok által. Akkor teszik elé a tudást, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Tudás által megismertem önmagam. Több rossz tulajdonságomban sikerült változtatni, rossz szülői minta felvett rossz szokásaimon. Minden embernek van egyéni küldetése, amit egy élet során létre kell hozni. Aki a küldetése útján jár, a fenti védelmet és segítséget kap. Rálátásom lett a mester által, PPH-nál van közös küldetésünk. Létre kell hozni egy sokkal jobb, élhetőbb, elnyomásmentes világot, a szeretetkort. Együttes erővel, összefogással létre tudjuk hozni. Ennél nemesebb feladat ma nincs a bolygónkon. Új korszakot teremthetünk. Aki ezt nem értékeli, semmit nem értékel az életében. Akik ismertek, tudták a jó tulajdonságot, amit kihasználtak, ma már reálisan látom a dolgokat, és nem tudnak kihasználni. Jó döntéseket tudok hozni, előttem jellegelek. Sokkal könnyebb lett az életem, mint korábban volt. Úgy gondoltam, az itt megtapasztalt tudásokat, módszereket minden embernek meg kell ismernie. Nekem nagyon sokat számít, és meg is tapasztaltam. Etikus mestert követettek, amit tanít, úgy él. Mielőtt megismertem Szedlacsik Miklós képzését, spirituális ember nem voltam. Csak egy hétvégi téta tanfolyamon vettem részt. Képzéseink során betegségemből meggyógyultam, pozitív gondolkodású, jó hangulatú emberré váltam. Nagyon sok felismeréseim, megértésem lettek tanításaiból, mert nagyon jól érthetően adja át mesterünk a tudásokat módszerekkel együtt. Problémáim nincsenek, akik itt tanulnak, nem problémáik, hanem feladataink vannak. Ezeket sikeresen tudom kezelni. Problémamentes, egészséges, boldog életet tudok élni. Itt kaptam meg a sok miértre és a hogyanokra a válaszokat. Módszereket is kapunk, ami egyedülálló a bolygónkon. Az élet területén jól működöm.
Feltetted már magadnak ezt a kérdést, hogy jó felé halad ez a világ? Nem kellene azért tenni, hogy egy sokkal jobb élhető világunk legyen? Mi lesz a gyerekeink és az unokáink jövőjével? A jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a földön. Akik tartósan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá válik az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémián a tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Nagyon hálás vagyok mesteremnek, hogy itt tanulhatok. Tehát az első havi tandi most akciósan mindössze 19.700 forint. Következő hónapoktól szintén akciósan 12.500 forint. És ezért az árért most ingyen kapsz egy saját jó jövedelmező üzleti tevékenységet. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást. A 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő kulcsképzésünkbe. Szünet után egészségteremtő kulcsképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételedbe megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most 30 perc szünet következik, szeretlek benneteket, sziasztok!